A többi csapathoz képest később kezdte a bajnokságot a Sunshine Nyikse, így az év eleje meglehetősen sűrű a nyíregyháziak számára, előfordul, hogy egy héten belül háromszor is pályára kell lépni a Kovács Tibor együttesének. Most ez a helyzet az elmúlt szombaton hazai pályán a Hajdúhatházi KK-t fogadták Horváték, és a meccs a vendégek 3 pontos sikerével zárult. Szerdán a listavezető DKL Deac vendégeként 64 pontos vereséget szenvedett az újonc. Az első meccsen, szoros meccsen szenvedtünk vereséget, fájdalmas vereség volt, de el kell ismerni, hogy az ellenfél jobb volt. Ha mondhatok egy nevet, egy Farkasinszki Gabival, aki center poszton azért jóval erősebb és jobb teljesítményt nyújtott, mint a mi játékosaink, és elsősorban fizikailag és súlyban nem tudtuk őket megtartani. A második mérkőzésen mi lettünk volna pályaválasztók, igazából már az ellenfél vezetőjével megbeszéltük, hogy Debrecenben egész jó termeket tudnak biztosítani számunkra, és azt gondolom, aki ismeri a debreceni sportéletet, a Phoenix csarnokot nem kell bemutatni. Ott játszottuk a mérkőzést, én azt gondolom, hogy egy játékosnak egy nagy lehetőség és öröm egy ilyen csarnokban játszani. Az ellenfél jóval jobb tudású, sokkal edzettebb. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a DKL Deac vezeti 100%-os teljesítménnyel, a Sunshine Nyikse 7 győzelemmel és 5 vereséggel a 7. helyen várja pénteki gyulai vendégjátékát.